helyi vendége, az elnök elnöki, dr. Simon Péter urat, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Tisztelt ünneplő gyülekezet, nehéz megszólalni itt Misi bácsi, Urban Misi bácsi. Szeretetteljes, de az igényesség által szigorú személy előtt. Ugyanakkor örömet feladat. Felünk a Misi bácsi. Körismert hogy a Magyar Kultúra napját, annak főnökére ünnepeljük neki 1823. január 22-én Szatmárcekén Kölcsei befejezte és szentisztálta a főnökét. 1989-ben Fehér Gyarmaton létrehozott Kölcsei Társaság, tehát nem egy nagy város, nem egy nagy települése, tette azt a javaslatot, hogy legyen a Magyar Kultúra napja. És ez a javaslat, hogy akárhol született nagyon nemes javaslat és gondolat, megfogadta a magyar nemzet által alkotott településeken, és azóta minden esztendőben többen és többen és mind több helyen emlékeznek meg nemzeti imán születésnapjáról, szerte a történelmi Magyarország területén. Megtörténhetett mindez azért, mert a himnusz egyedi szellemi és művészeti alkotásként az egész magyarságot képes reprezentálni. Határoktól, földrajzi régióktól, vallási felekezeti és politikai hovatartozástól függetlenül képes a nemzeti érzelem megőrzésének gyakorlására a világ bármely eldugott területén. Erdélyben is nagyon sok településen és nagyon sok formában emlékeznek a 192 évvel ezelőtt született költeményben, melynek egyik ilyen számomra és az ember számára nagyon fontos állomása Kolozsvár, a Dalosi Ügyvertség által szervezett megemlékezés. És pár éve már, mint ahogy a talókik nem csak Kolozsvárra jött el ez a rendezvénynek, csak Kolozsváron történik meg, hanem oda is, ahol nagyon nagy szükség van rá, a szolgálatban. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a Dalosi Ügyvertség vezetőségének, a jelenlevő énekarok, kórusok vezetőinek és tagjainak, a szereplő művészeknek, a már sok éve helyet biztosított törökvárosi református gyülekezetnek és lelkipásztorának, hogy összetartozásunk jegyében a magas színvonalú, itt zenei, de nem csak kultúra terjesztéséhez, önzetlenül